nagyon úgy néz ki, hogy gyakorlatilag jön és a bejátszónk, és érkezni is fogunk Mirázsra. Annak ellenére, hogy voltak itt, vagy hát lettek volna egy-két replayünk is, de lényegtelen is. Nem tudom, hogy késkör tekintetében ugyanis, ugye mivel BO3-ban vagyunk ki, akkor van késkör, de szerintem az oldalválasztás után megtudjuk. Valószínűsíthetem, hogy a Team Liquid volt, aki megnyerte a késkört, nem véletlenül pikkelték ők a CT oldalt, innen kéne, hát alsó hangon egy hét, de inkább azt mondom, hogy egy 8-9 kört hozni ahhoz, hogy kényelemben érezhessék magukat. Ha pedig a FaZe megindul itt a támadó oldalon, akkor lehet, hogy könnyen le is tudják zárni majd ezt a mapot a másik oldalon a fordulás után. Minden esetre megindulnak a felek, pontosabban a FaZe. KDM pedig megkezdi a fregelést, Kerigennek van a válasz, ott közben Skaz, Nef, így néz ki a frag táblázatú. A bomba ebben a másodpercben lekerül Brokik két kez által, Skaz lovos, de aztán megérkezik Twist, és egy óriási fejese kiszedi a plantoló lett AWP-sét a FaZe-eseknek, illetőleg Nef, aki végül lezárja a kört. 1-0 Liquid neve mellett. Nagyon szétszették ezt a támadást, pedig jól nézett ki egyébként az akció, Skuz nagyon sok sebzést kapott korán. Aztán itt KDR-re nem számítottak, ez egy gyönyörű egy tap, Nef pedig megérkezett itt a jungle muló mögött visszel együtt. Úgyhogy összességében azt lehet mondani, hogy egy szép védelem, szép ríték a legvégén. Megérdemelt kör abszolút. A Liquid oldalára a FaZe-nél volt bombarakás, hogy most fogják megvásárolni. Nem kell várni a következő körig. Tech9 Kerigennél, ez Scout Brokinál, többiek pedig Galil, és nincs Juti, úgyhogy megint valami gyorsabb kör jöhet. Fogja dobálni midre, opá, Twist meg is kezdi a fregelést, Skaz mehetne tovább, viszont nagyon jó a flash, Frozen és Rain végül három freggel. Meg is nyitják ezt a második kört, Romsz is beszáll a buliba Jekindán lelövésével. Nef marad 1v4-ben, rövidre fog érkezni, egy freg még meg lehet akár a második. Most kötőből kell figyelni, Rain végül a füst árnyékából ki fogja túrni az ellenfelét, úgyhogy megnyeri a visszaforce körét a FaZe. Gyakorlatilag a semmiből. Én a mid feltolás után azt hittem, hogy hát jó, akkor le lesz hentelve ez a FaZe számodás. Annak ellenére Frozen duplája, illetve Rainnek a kisegítő fregét láthatjuk is közben a visszajátszásokban aranyat ért. Meg hát nyilván Robsnak ez a palota lörke is. Nef még próbálta menteni a menthetetlent, de hát 12 HP-ra lekerült az első, illetőleg a második kontaktus gunfight-jai után. Utána pedig az utolsó FaZe-es, pontosabban Rain megtúrta a füstöt, a felpikket. Silencer-es M4-el és végül véget vetett a körnek, úgyhogy érkeznek a Desert Eagle-ök, illetőleg Twist-től a Dual Beller Task, illetőleg KDN-től egy 5-7. Velük szemben, hát gyakorlatilag 5 nagy fegyver, egy felpikkelt, az előző körön felpikkelt Silencer-es M4, 2, nem is 1 Galil, illetőleg 3 darab AK-47-es némi jellegű gránátokkal. Gyakorlatilag, mint a késő vajon így kéne átfutni a FaZe-nek ezen a Liquid védelmen, de azok a dezik akár el is sülhettek. Minden esetre Rain, aki elsőtti a kalát, duplázni tud. Jaj, Jekindán pedig visszfelget a dezivel, Kerrigan, Brokki beszúrja ők és a fregjeiket. Egyedül maradt KDN a 5-7-nel. Hát good luck, have fun. FaZe-esek pedig hamarosan érkezni fognak őt kifregelni. Kerrigan végül lezárja a kört. Ő is feliratkozik immáron a frag táblázon, sőt nem is a harmadik fregjét lövi, hát az előző mapon gyengekedő Rain és Kerrigan nagyon jól nyitják meg a mirást. Előbbi 4, utóbbi pedig 3 fregen, és hát kemény egy HP-val, de túlélje a kört. Egyetlen egy fegyvert sem buktak a FaZe-esek, úgyhogy ez a bizonyos bank akár már most elkezdhet épülni. Na figyelj, akkor most tartunk ott, hogy mennyi kell még egy 20 halál Kerrigannek, és akkor van pontosan ugyanott, mint az előző mapon, tehát azért ezt jóval jobban kell. Ne, 18 halál, ami összvisz meg volt neki, szóval még egy 16. Így most így egy 0-16 zsinórban, és akkor Kerrigan ott tart, mint az előző fél idő, vagy az előző Anubison. Mert valahol nem ez a cél, most neki sem sokkal jobban kezdi ezt a pályát. Jó, viszont az USP sebzések, Rain 16 HP-n, Kerrigan 67 HP-n. Ketten lövik egyébként a kötőfüstöt, B-re már teszi Robsz végül is a bombát, úgyhogy ez egy könnyed kör lesz a FaZe-nek. Itt le kell vadászni egyszerűen csak az USP-ket, anélkül, hogy belefutnának a fényképezőgépekbe, ugyanis van egy KDN-nél is, van egy Neftnél is, Jekindárt off-guard elkapják, és Brokki pedig folytatja ezt tovább Twist lelövésével. Azért a társ megadta neki a kellő löketet, hogy figyelj már, menjél már. Hopp, 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 lövik a fotót, IM lövik a fotót, belenézett végül. Frozen cél keresztjébe, KDN, Skaz, egy wieldben már nem tud semmit sem kezdeni, de vadászták végül a FaZe játékosok. Jól a FaZe szurkolók vannak itt. És akkor
hamarosan a vásárlás majd Liquid részről. Aztán lesz a AVP, megmondom őszintén, hogy nem néztem a pénzeket, de szerintem nem. Még várnunk kell egy kicsit, hogy telibe belefutott a lövésébe. Szegény KDN, ugye nem boldog. Igen, nem lesz AVP, 5M4 kevés gránát. Nehéz megoldás lesz. Gáz a kutyaszorítóban lehet itt közben tiketnél. Ennek megvan a fragje, Kindár megint csak válaszolja, hogy a kör elején tette is azt. Talált, jaj, Robstan ott egy TK, miután kijött a Kerrigan is a körből. Aztán 13 HP-n az észt Superstar, a bomba amúgy lekerült közben. Kász kevesebb, mint fél HP-n, Jekindár is próbál fregelgetni, de Robs gyakorlatilag elpusztíthatatlan ebben a körben. A TK után beszúrt még egy freget, annak ellenére, hogy megnyitotta a kört is. És hát hiába Jekindál is bomba formában van, nem tudja megnyerni a kört. Robs végül lezárja, miután megnyitotta ezt az állerakót, te is zárja a kört. Nagyon gyorsan 4-1-re kerül a féz. Hát ha úgy nézik, akkor összesítésben Broki 4K-zott, bár ugye abból az egyik az Broki volt. Hát ez, igen, ez állakiszítőjelben nem tudsz mit csinálni. Igen, tehát amikor ilyen jó vagy, mint Robs és visszavéred, akkor azért egy-egy ilyen TK sprayelések közben szerintem bőségesen belefér, meg nyilván Broki sem fog emiatt most méltatlankodni, hogy hát ezt miért. Az időkérés pedig érkezik Team Liquid oldalról. Indokolt, mert a könnyebbik oldalon vannak egyelőre elég keményen bukóba, háromkörös már most a deficit a két csapat közt az első öt kör után. A face-appolt filterek pedig továbbra is megtaláltuk a közösségnél, illetve valakik, nem is egy ember, most már többen is, de nagyon imádják JK, ezt úgy néz ki. Hát őt majd biztos nem fogják látni, meg hát nem csak ma, holnap sem, meg holnap után sem. Pénzeket elnézve pedig... Hát igen. Nagyon max erre, igen, erre gondoltam én is, hogy erre futja majd a Liquidnél, velük szemben pedig továbbra is nagy fegyverek a face-nél. Jekindár készíti a kötőfű fest, ki fognak popolni. Elpusztítja nefet. És lehet menni tovább. Óriási fej, hát én is elegel volt abból, hogy lelövik az Anubis B védelembe, akkor majd megjön Mirázsra. Nagyon stabil kezdés a face-től, és attól félek, hogy a folytatás is ugyanilyen stabil lesz. Lén, ezt mondta a Jekindár, aki bement backside-ra, hogyha kijön a bench-et. Jézusom! Egy újabb kivégzés. Egy Jekindárra. Skáz lett akár a következő. Lezivel vissza tud végül crossolni Konyának jobb oldalára. A támadás nem igazán akar megindulni. Itt B fele. Rén végül is terelget. Itt kötőből jönnek föl Robszék. Rampa lett igazából két emberrel kitolva Twist és KDN által. Úgyhogy ők majd akár érkezhetnek hátba, csak szerintem pont, hogy B-re fognak majd hátba menni. Robszék. Hát mit csinál most jelen pillanatban a Faze? Most már csak ez a nagyobb kérdésem, mert tehát Robs nagyon jó, hogy itt sétálgat még minden, meg Kerrigannek itt megvan az egész jungle, csak a B-rakó az így üres. Nem tudom, egy másfél perccel lassan. Tehát, hogy ezt azért itt nagyon megszifatta volna akár a Faze, hogyha mondjuk Robs innen próbál meg visszajönni, ahol visszég elkapják a bombát, és akkor kész. Tehát akkor gatya a körnek, de csak sikerült leplantolni végül a bombát. Visszés két ilyen 2v5-ben fegyvereket szeretnének menteni. MP9-et lehet azért hasznosítani, KDN, meg az MP250-ét annyira nem. De a megoldásnak találják, hogyha túlélik ezt a kört, és a Faze-től pedig, ha jól látom, akkor talán senki nem fog ebbe az irányba jönni vadászni, mindenki arrakon keresgeti. Az ellenfeleket a legközelebb, ez talán így Robs van, mert ő sem fogja szerintem ledörni, tovább tolni, esetleg még jungle-be bemelt, úgyhogy az ötödik körét gyönyörűen megszerzi a Faze-re.